Széndioxidot fogunk előállítani, nátriumhidrogénkarbonát, ami egy fehér színű por. És sósav reakciójával megvizsgáljuk a széndioxid fizikai tulajdonságait, valamint az égésre gyakorolt hatását. Ehhez előkészítettem egy üvegkádat, ahová különböző magasságokban mécseseket helyeztem el. Az üvegkádba nátriumhidrogénkarbonátot rétegzek. Amire sósavat fogok önteni, először csak ide hátra. Jó, majd pedig még előre is egy picikét. Látható, hogy a gyertyák fokozatosan aludtak el, először a legalul elhelyezkedő gyertya, majd a középső, végül a legfőső. Ennek az az oka, hogy a széndioxid a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, alulról kezdi el kitölteni a rendelkezésére álló teret, és mivel az égést nem táplálja, illetve gátolja, ezért az égő gyertyák, mécsesek elaludtak.